Kultúrösvény mai adásában először a Prokultúra Szubkárpátika civil szervezet Bálint napi jótékonysági irodalmi estjére látogatunk. Majd megismerkedünk a nemrég Hungarikummá nyilvánított beregi keresztemes sínzéssel. Végül részt veszünk a Nagyberegi Tájház farsangi hagyományőrző foglalkozásán. Tartsanak velünk! A Balassi Bálint emlékkard díjat is ekkor adják át Budán. Ha február 14-e, akkor Valentin nap, gondolhatnánk, ám a Bálint nap eredetileg az ókorból eredő keresztény vallási ünnep, amelyhez az évek során számos néphagyomány és megfigyelés kapcsolódott. A Prokultúra Szubkárpátika megalakulásától kezdve kiemelt hangsúlyt fektet arra, hogy felelevenítse népszokásainkat, hagyományainkat. Ennek jegyében szervezett jótékonysági estet a Szerelmes Balassi címmel, ahol a legismertebb magyar Bálint Balassi emléke előtt tisztelektek a II. Rákóczi Ferenc kárpátaljai magyar főiskola átriumában. Mikor az emberhez rendelt társ a kéjtől először sikoltott, Szent Jánoskák lobogó lelke írta az égbe, nyár van. A napnak már van irodalmi vonatkozása is, hiszen 1997-től a Balassi Bálint emlékkard díjat is ekkor adják át Budán. A kitüntetést 2004-ben Vári Fábián László kárpátaljai költőnek ítélték oda, ezért a jótékonysági est repertoáriába bekerültek az ő költeményei is. A Prokultúra Szubkárpátika minden kulturális évadában igyekszik gyűjtést indítani, hogy egy-egy nemes ügy mögé tudjon állni. A terveink szerint idén a Tulipán Tanoda fiataljait fogjuk támogatni. A korábbi években ugye a főiskolával közös farsangi bálók bevételét is erre a célra ajánlottuk föl. Idén nincs módunkban nagyobb tömegrendezvény szervezésre egyelőre a pandémia miatt, ugyanakkor nem szerettük volna a közönséget sem kulturális program nélkül hagyni, épp ezért szervezünk napi jótékonysági estet. Nagyon fontos, hogy megtartsuk régi szokásainkat, amihez hozzájárul a mai estünk is, amelyen Balassi Bálintra, a magyar nemzet első klasszikus költőjére emlékezünk, hangsúlyozta Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc kárpátaljai magyar főiskola elnöke. Mi nem Valentinre emlékszünk, hanem Balassi Bálintra. Balassi Bálint a mi első költőnk, klasszikus költőnknek számít, aki egyébként maga is szerelmes volt, és vers ciklusában ciklusait Júliának, a szerelmének és más múzsának szentelte, és mint első költő róla a magyar irodalomba Balassi kardot is átadnak. 1996 óta a azt kiérdemelt magyar és külhoni költőknek, így például 2004-ben, ha jól tudom, abban az évben Vári Fábián László is megkapta ezt a kardot, és Prokultúra Szubkárpátika civil szervezet és a főiskola úgy gondolta, hogy miután Balassi az intézményen belül is tanrend és kötelező irodalmi rész, ezért a mai esten mi elsősorban erre a szerelmes Balassira idézzük meg, aki a mi klasszikus irodalmunk jelentős rész, és nagyon remélem ez a hagyomány, hogy ezen a napon Balassira emlékezünk, aki ugyan a szerelmes volt a maga módján, de Bálint napi rendezvényként fog majd elterjedni. Bár február 14-e szinte csak a szerelmesek napjaként van számon tartva, viszont a népszokások inkább a gazdasági jelentőségére összpontosítottak, tette hozzá Gála Dél, a főiskola kulturális referense. Mondjuk a gazdasszonyok ezen a napon ültették a kotlót, tehát a tyúkot ültették rá a tojásra, azt remélve, hogy akkor jobb lesz a keltetés, tehát több csirke kell majd ki. A gazdák ezen a napon ültettek kisfát, tehát facsemetét, azt remélve, hogy abból erősebb fa, hamarabb kifejlődik ez a cserje. Ugyanígy még a gazdasszonyok például szentelt vizet csepegtettek az apró jószág ivóvizébe, és ugye egy egészséget remélve, vagy
hogy jobb gazdaságot reméltek ebből. Másik része viszont nagyon sokszor jeles napjainkon az időjárásra jósoltak, időjárást próbálták megjósolni. Hát nyilván nem volt időjárás előrejelzés egykor, mint ma, hát a természetet vették alapul. Ezt úgy szoktam mondani, hogy nem csak a természetben éltek, hanem a természettel együtt, összhangban éltek, és a természet minden rezdülése, minden jelensége valamit jelentett a parasztember számára, mondjuk így, és a február 14-éről azt tartották, hogy ha száraz, hűvös idő van, akkor mondjuk jó termés várható. Általában a termés próbálták valamilyen módon megjósolni. Világosíts meg minket, irgalmasságodból, orcád világosságával. Az est folyamán Fornosi D. Júlia, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház színművésze Balassi, illetve Vári Fábián költeményeket szavalt. Heinzinger Miklós, a Misztrál Együttes alapító tagja pedig megzenésített versekkel idézte fel a 16. századi költőnk gondolatait. Katonaének, bűnbánóének, áldáskérés, valamint búcsúének is szerepelt a repertoárjában. Először is ugye mindenféleképpen Balassi, vagy Balassiról szóló vers, vagy arról az életérzésről, amit ő érezhetett, azokhoz próbáltam úgy meríteni, és mi vagy Balassi Bálint, Juhász Gyula verse, hogy eleve a bújdosó Balassiról szól, aki éppen megint menekülőben van. De ez ilyen vele előfordult. Vas Albert és a Gyöngyöt az embernek, és Nagycsinák Gergely altatója, úgy kapcsolódnak Balassi Bálinthoz, hogy a hontalanságot ő is érezhette, mikor bujdosásban volt, vagy éppen csak a barátaitól volt távol. Az Istennel való kapcsolata ugyanúgy fontos volt az életében, mint bármi. Mint akár a hazájával való kapcsolata, és a gyöngébbik nemmel való kapcsolata. Ezt lehet, leegyszerűsíthetjük, de Balassi Bálintról anélkül nem tudunk beszélni. Mert ő ugyanúgy szerette hazáját, a Jóistent, mint a hölgyeket. Az lenne egy érdekes dolog, hogy tudnánk még eljutni a fiatalabb korcsoporthoz, a gimnazistákhoz mondjuk, vagy tudod, rendhagyő irodalom órákat csinálni, hogy meg óvodák, mondjuk most a pandémia alatt nem nagyon lehet ugye ilyen dolgokat csinálni, de még inkább nyitni kéne, mi szeretnénk nyitni még a fiatalabbak felé is, mert igazából azt veszük észre, ami nem baj, csak hát a mi korosztályunk, hogy mi ezen nőttünk föl, és hogyha ezt a fiataloknak nem tudjuk továbbadni, akkor valami meg fog szűnni. És ez nem szabad. Valahogy meg kell próbálni becsempészni a verséneklést, az énekelt verseket, ugyanúgy, mint a népzenét. Valahogy vissza kell csempészni a hétköznapjainkba. Mert a verséneklés az nem egy avittas dolog, mert a népdalainkról elveszük a zenét, gyönyörű verseket kapunk. Mi a magyar ember, a magyar nemzet, az képekben beszél, és a képeink a gyönyörű nyelveinken meg tudjuk fogalmazni, nem úgy dadogva, mint most én, hanem szépen megfesteni, és egy nagyon, nagyon szép és nagyon tartalmas életet tudunk élni a nyelvünkkel együtt. Az irodalmi este hatályban lévő karanténszabályok betartása mellett valósult meg. A jótékonysági rendezvényen résztvevők adománygyűjtő ládákban helyezhették el felajánlásaikat. A befolyt összeggel a Prokultúra Subkárpatika civil szervezet a Tulipán Tanoda fiataljait támogatja. Hungarikummá nyilvánította a felső-tiszavidéki Beregi keresztszemes hímzést a Hungarikum Bizottság. Hamarosan a kárpátaljai mintakincsével ismerkedünk meg. Egy új Hungarikummal bővült ez az értéktár, ez pedig a Beregi keresztszemes. Nemrég a Lakiteleki Népfőiskolán a Hungarikum Bizottság ülését követően Nagy István agrárminiszter bejelentette,
A Hungarikum gyűjtemény ezúttal a felső-tiszavidéki beregi keresztemes hímzéssel bővült. Ez a hímzés a történelmi Bereg vármegyére volt jellemző, amelyet a II. Világháborús határ ketté vágott. A mintakincs a kárpátaljai és a magyar oldalon is megtalálható. A beregi keresztszemes felvételét a Hungarikum gyűjteménybe a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei értéktárbizottság szakemberei javasolták. A Hungarikum bizottság pozitív döntését természetesen a kárpátaljai oldalon is örömmel fogadták. Mi kárpátaljai magyarok is büszkék vagyunk arra, hogy ennek a döntésnek a megszületéséhez mi is hozzájárulhattunk, hiszen a névfőiskolánk az elmúlt években számos olyan programot szervezett, amelynek a segítségével ezek a mintakincsek, amelyek az egykori Bereg vármegye területén élő hímző asszonyok mintakincsei élővé váljanak, és a mindennapjaink részévé. A kárpátaljai Nagybereg és környéke híres a mintakincséről, amelynek jelentős része keresztszemes technikával készült. A múlt század 60-as, 70-es éveiben Antonyikné Polónyi Katalin népművész kutatta fel a mintákat. Az összegyűjtésükbe Prófusz Marianna 1979-ben kapcsolódott be. A minták inkább geometrikusak voltak eleinte, aztán később kezdtek szabadabb növényi ornamentikák kialakulni. Nagyon kedvelt volt a rózsa, a szegfű, a lilium, a tulipán, főként a tulipán, ugye az mindenütt megtalálható volt minden népművészeti ábrázoláson. A csillagok, rózsák, futórózsa számtalan változata, a fuchsia, rozmaring. Tehát itt a mi vidékünkön ugye nagyon sok tölgyferdő van, ezért a tölgyleveles makkos is nagyon kedvelt volt, és a farkasnyomos minta is. Az összegyűjtött mintákból kiállítás látható a Nagyberegi Középiskolában és a Beregszászi Magyar Főiskolán is. Utóbbi Antonyikné Polónyi Katalin nevét viseli, aki 2009-ben az induláskor saját gyűjteményéből mintegy 90 darab szőttest adományozott a múzeumnak. Mára a számuk meghaladja a 400-at. Főként szedett mintával készített és keresztszemes hímzéssel készített textíliákról van itt szó, viszont tehát ezek úgy gondolom minőségi darabok, és büszkék lehetünk arra, hogy itt tudjuk ezeket bemutatni, mert tehát így közkincsé válnak ezek, és nem egyszer kiinduló pontjai valamilyen következő munkának, vagy mondjuk mai alkotásnak. És akkor itt most már így lefelhaladok. A kárpátaljai mintakincs népszerűsítése céljából a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület hímzőműhelyt hozott létre. Ennek keretében a megye különböző településein kisközösségek alakultak, ahol természetesen keresztszemes technikával hímeznek. Én elsőként egy telefontokot és egy tarisznyát hímeztem ki. Azok kisebb darabok voltak, nem telett sok időbe. Jelenleg egy szép nagy asztalterítőt hímzek, rengeteg munkaóra van már benne, de nagyon szeretek kézimunkázni, és nagyon szeretem csinálni. Ez az asztalterítő egy újra gondolt beregi mintával készül, hogy egy kicsit idomuljunk már a modernebb világhoz. Ezzel a mintával készülhet függöny, asztalterítő, futó, tehát bármilyen kiegészítő lakástextília. A Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület tervei szerint a beregi keresztszemes hímzéssel a közeljövőben ruhakollekció is készül. Farsangi hagyományőrző foglalkozással indult a Nagyberegi Tájház második félévi programsorozata. Nem sokára részt veszünk a zenés-táncos kézműves délelőttön.
Énekkel, tánccal, muzsikával üzték a telet a nagyberegi tájházba látogató gyerekek. A Prokultúra Szubkárpátika civil szervezet munkatársai a beregszászi Rezeda folkműhely legkisebb csoportjának tagjait hívták meg a farsangi hagyományőrző foglalkozásra. A kisiskolások a Sodró együttes kíséretével a nagybőjtöt megelőző időszak ünnepköréhez kötődő népi játékokat, énekeket és néptáncot adtak elő. Nagy öröm volt nekem, hogy Adél pont minket hívott a farsangra, mert a Rezedába pont készültünk egy farsangi kis mulatsággal. Ezt természetesen ott egymásnak is bemutatjuk a többi csoportoknak. Erre is sor fog kerülni, de ma itt a tájházba. Kb. Olyan 20-25 gyerek jár az előkészítő csoportunkba. Most olyan 15-en adtuk elő ezt a kis mulatságot. Mi a folkműhelyben erre nagy hangsúlyt fektetünk, hogy a népszokásokat felidézzük, erről beszélgetünk, hogy régen mi volt a szokás, erről most is beszéltünk, hogy ilyenkor lakodalmaznak, megkérik a lány kezét, az ismerkedés a bálok alkalmával, és majd ősszel meg valószínű megtartják a mulatságot. Úgyhogy ezekről sokat beszélgetünk ezzel kapcsolatos énekeket, játékokat, csúfolódókat tanítottunk a gyerekeknek. Jaj, de jó! A folkműhely oktatói arra is nagy hangsúlyt fektetnek, hogy a gyerekek már kicsikortól helyesen sajátítsák el a néptánc alaplépéseit. A néptáncban a legfontosabb mindig a nő és a férfinek a viszonya, és egy nő nem tudja, hogy átadni, hogy hogyan kell mozognia egy férfinak, milyen erők kellenek legyen a táncban egy férfinál, és milyen erők kellenek, hogy legyen egy táncban a nőnél. Ezért nagyon fontos, hogy mind a kettő jelen legyen. Így komplex az egész. A kisebbeknél még a legfontosabb az, hogy megszeressék ezt a kultúrát, magát a népzenét, a néptáncot. Ugye ma nem hallgatnak ilyet a gyerekek, sőt az a tapasztalat, hogy egyre kevesebb zenét is hallgatnak a gyerekek. Szóval a legfontosabb az, hogy ezeket megszeressék. Foglalkozunk velük gyermekjátékokkal, különböző népi ügyességi játékokkal, játszunk az óra elején általában, ami egy kicsit felpezsdíti őket, aztán meg játékosan tanulunk táncokat. Persze az elméletre is sokat fordítunk, hogy tudják, hogy milyen tánc ez, honnan való, melyik vidékről, miért táncolták így, kivel táncolták így, aztán meg népmese is van, és népi ének is helyet foglal a próbákon. Ha megismeritek, hogy milyen az a szövés, csak egyszer most papíron fogtok szőni. A tájházi foglalkozáson a fiatalok megismerkedhettek a nemrég hungarikummá vált beregi mintákkal is, amelyeket most egy új módszerrel, papírszövéssel igyekeztek megvalósítani. Ez lényegében megtanítja a gyerekeket a későbbiek folyamán, hogy hogyan tudnak például textilt készíteni, vagy milyen elven működik a textilkészítés. A szálakat előre felhasgattam, elkészítettem, hogy egy kicsit könnyebb legyen, illetve a haránycsíkokat is kivágtam, és a gyerekeknek azt kell megtanulni, hogy hogyan kereszteződnek ezek a fonalak. Amikor megértik ezt a fonalkereszteződést, akkor lehet egy kisebb mintával kezdeni, egy egyszerű alapmintával, egy kettő szál fel, kettő le, amit kicsit könnyebben meg tudnak tanulni. Ma egy rozmaringos mintát választottam, szintén az egyszerűsége miatt, igen, ez egy beregi minta. Maga a minta fehér alapon pirossal készülne, itt mindenféle színes lapokat hoztunk, hogy a gyerekeknek egy kicsit érdekesebb legyen. Készítettem egy alapmintát, amiből tudnak majd tájékozódni, és ahogy haladnak, az folyamatosan ki fog rajzolódni. Kettőt fel kell lenni, és kettőt ki kell hagyni, és ezt végig így kell csinálni. Kell hozzá vékony papír. Még ideig nem csináltam ilyet, de most is felkeltem meg vele. Lehet, hogy jövőben is fogok ilyet csinálni. Na figyelj, akkor az lesz most a feladatod, igen,
Erre a lapra rajzolunk egy maszk formát. Ki kell vágni egy papírból szemet, meg rárakni sok díszeget. A farsang vízkereszttől nagydőt kezdetéig tart. A népi kultúrában ez az időszak a tavaszvárás gazdag hagyományaiból épül fel. Gyakori a tréfa csinálás, bolondozás. Fontos kellék ilyenkor az állarc is. Ezen a foglalkozáson a gyerekek busómaszkokat készíthettek. Ma a busómaszkot kartonból készítjük, mindenféle színes hozzávalóval, vízfestékkel festik ki, és a hagyományokhoz igazodva grízzel, mákkal, valamint búzával lehet díszíteni a maszkok fogait, szemeit, illetve szösszel készítik el ezt a hajrészt. Igyekszünk a leghagyományosabb dolgokhoz nyúlni ilyenkor. Persze elkerülhetetlen, hogy azért egy vízfesték becsusszon, vagy a kartonpapír, ugye az nem annyira természetes, de azért mindig próbálom minden kézműves foglalkozásnál valami természetes alapanyagot is hozni. Most ez a csoport inkább a hagyományos velencei karneválhoz kapcsolódó maszkokat ismerték. Egy-két gyereknek eszébe jutott a busómasz, de ugye itt megismerték a történetét, úgyhogy reméljük, hogy most már viszik tovább, és most már, ha azt a szót meghallják, hogy maszk, akkor nem a mostani maszkokra és nem a karneváli maszkokra, hanem igenis a magyar ős történetből vett busómaszkokra is fognak emlékezni. Persze nem ilyen kicsit, sokkal nagyobbat, és a sokkal nagyobbat szól is, pont azért, hogy ők ijesztőek legyenek, elijesszék a telet, és jöjjön végre már az a tavasz, meg a jó idő. Gáladél, Aprokultúra Szubkárpátika civil szervezet tájházért felelős munkatársa szerint a mostani foglalkozás jó alkalom volt arra, hogy a gyerekek megismerjék farsangi néphagyományaink gazdag világát. Vannak olyan gyerekek, akik már hallottak a farsangról, hallottak a farsangi maszkos alakoskodásról valamilyen formában. Legtöbbjük esetében viszont a mostani farsangi állarcos bál él, tehát amikor ugye jelmezbe cica, kutya és stb. Űrhajós jelmezekbe öltöznek, tehát a farsangi alakoskodásból ennyi maradt meg, vagy ennyi van a legtöbb gyerekben. Ezért próbáljuk egy kicsit megismertetni őket, hogy nem csak erről szól a farsang, hanem ugye a régi és a magyar kultúrkörben ismert szokásainkról is beszélnünk kell, vagy úgy gondoljuk, hogy beszélnünk kell, akkor is, hogyha nem közvetlenül itt a mi vidékünknek a jellegzetes szokásáról van szó, de mivel a magyar kultúrához tartozik, ezért gondolom ismerniük kell. Számunkra néha olyan, hogy már megint ugyanaz a program, vagy ugyanúgy kezdjük, ugye? Tehát ez már ilyen kialakult, szinte rutinszerű a mi foglalkozás sorozatunk, viszont mindig új csoport jön, és nekünk ez bárhogy rutinszerű, bárhogy is már évről évre ezt szervezzük, vagy így szervezzük meg a foglalkozásainkat, mindig új csoport jön, és nekik mindig új az, amit itt csinálunk, vagy amit mondunk. A Csóri Sándor alap támogatásával megvalósuló program zárásaként a szervezők egy igazi farsangi édességgel, fánkkal kedveskedtek az ide látogató gyerekeknek.